Nos, sziasztok újra! Ez hozzá lesz csatolva ez a videó a lolos videóhoz. Az igazság, hogy ezt elfelejtettem, hogy sajnos a videófelvevő, amikor a háttérben megy, akkor ugye fekete képet mutat. Hát én tök faszán felvettem az egész LOL meccset, viszont hódfekete volt az egész kép, úgyhogy semmi nem látszódott. Ráadásul visszanéztem, és a hangminősége sem túl jó, úgyhogy... hát igen. Tehát ez így most sajnos egy kicsit így gáz, tehát az új laptopnak nincs olyan jó mikrofonja, mint ugye Mitsuki laptopjának volt. Úgyhogy sajnos egy kicsit ilyen háttérzaj is, vagy nem is tudom. Ezt megmondom, hogy nem fogom tudni orvosolni egy hamar, mert egy olyan mikrofon, ami már igencsak jól venni a hangot, az 10-20 ezer forint. Olyanra biztos, hogy nem fogok mostanában tudni beruházni, és nem is nagyon szeretnék, mert igazából nekem ez tök kényelmes, hogy így a laptopba beszélek. Hát nem tudom, megpróbálok majd távolabbról beszélni, halkabban beszélni, vagy nem tudom, valahogy máshogy, vagy esetleg ilyen automata hangjavító eszközökkel majd megnézem, hogy lehet-e valamit alkotni. De sajnos ez ilyen. Úgyhogy, hát ja. Na most ezt közben eszembe jutott, hogy szerintem ezt a videó elejére fogom rakni egyébként. Tehát aki most kezdi a videót nézni, annak így előre mondom, hogy a LOL-t akartam fölvenni, nem sikerült, úgyhogy majd egy kis ilyen elmékedős részt fogsz látni, meg a játék legelejét és legvégét, sajnos a játékot nem fogom tudni nektek megmutatni, amit sajnálok, de hát mindegy, ez van, tehát ez ciki megint, de mindegy. És akkor a hangminősége pedig ugye az új laptop miatt nem annyira jó, de hát sajnos most jelenleg ezzel nem tudok mit csinálni, remélem így is tetszeni fog, és normálisan, tehát lehet azért érteni, hogy mit mondok végül is, csak kicsit zavaró, hogy olyan fura. Na mindegy, akkor remélem tetszeni fog ettől függetlenül a videó, úgyhogy akkor kezdjük. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Szeretnék néhány infóval kezdeni, mint láthatjátok, a LOL-ba vagyok belépve, majd erre is ki fogok térni, hogy miért. Jó, na egy kis info az új szerverrel kapcsolatban. Ugye továbbra is mondjátok egyre többen, hogy ezt a szervert próbáljam ki, azt a szervert próbáljam ki, újra elmondanám így rögtön a legelején, hogy egy nem sokára nyíló szerverben bízom én, és emiatt nem kezdek bele semmilyen más szerverbe. Ugye Mitsukival egyetemben. Úgyhogy hiába mondjátok, hogy vannak ilyen szerver, olyan szerver, nem fogjuk elkezdeni, ugyanis várunk az újra. Amit én egy-két embernek már mondtam, hogy nem hivatalosan, az én véleményem szerint hétfő délután már megnyitásra fog kerülni, de sajnos technikai és egyéb problémák miatt ez nem fog bekövetkezni sajnos hétfőn, sőt valószínűleg még kedden se, lehet, hogy még napok vagy esetleg egy hét, két hét is beletelik. Még orvosolva lesz a helyzet, úgyhogy megint csak ott tartok, hogy fogalmam sincs, hogy mikor fog megnyitni. Tényleg nagyon-nagyon nem várt dolgok jöttek közbe igazából, és nem ilyen jogi dolgokra gondolok egyébként, ami most hírterjen ugye ezekkel a német szerverekkel kapcsolatban, amire majd egy nagyon rövid ideig ki is térek, de szóval ez a lényeg, hogy sajnos a szerver egy kicsit várat magára. Néhány kis ízelítő, hogy mik várhatóak, ugye már többen jeleztétek, hogy azért mondjak már valamit, hogy mi van. Hát olyan dolgokat semmiképp sem mondok, ami még nem biztos, de például amik lesznek benne, ugye valamilyen XP tárgy és Young szorzó lesz benne. Már be van állítva egyébként az elképzelt szorzó, de azon még lehet, hogy módosítva lesz, viszont nem sok. Tehát alapvetően most az elképzelés az, hogy dupla mennyiségű Young, dupla mennyiségű tárgy, és az XP az pedig nagyon alacsonyan lesz szorozva, és sűrűn lesz XP event, legalábbis most ez az elképzelés, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki a dologból. Ugye ez az én véleményem volt, az én ötletem úgy mond, hogy ne legyen azért annyira egyszerű, hiszen mivel ugye 105-ös lesz a max szint, ezért nem sok értelmét látom annak, hogyha ugye nagyon, nagyon nagy az XP szorzó, 2-3-4-500%-os az XP szorzó, egy hónap alatt mindenki felmegy 105-re, és akkor mi lesz a különbség a karakterek között? Tehát mindenki fullos lesz, mindenki max szintű, fullos cuccokkal, és akkor semmi küzdelem nem volt benne, tehát most azt, hogy mindenki ugyanolyan, abban szerintem semmi jó dolog nincs. Úgyhogy ez az én javaslatom volt, hogy szerintem az XP szorzó legyen kicsi, és legyenek sűrűn XP eventek, és akkor ugye úgy még inkább megéri az XP eventek ideje alkalmával ugye fent lenni és játszani. Ez az én elképzelésem volt, nem tudom, hogy meg lesz-e valósítva, vagy hogy mi lesz a végeredmény, ezt majd a tulajdonosok eldöntik, én inkább csak ilyen, nem tudom, ilyen tanácsadó szerepét töltöm be, úgymond. Úgyhogy ez az egyik. A másik, hogy lesz egy-két különleges mob vagy boss. Egyet szeretnék megemlíteni, mert elvileg az már le van fixálva, a vörös sárkány, ő tűzföldön lesz majd elérhető, írdatlan, nagyon jól néz ki, nem tudom hányan láttatok már egyébként, én még sose láttam. Hallottam már róla, de nem láttam még. 73-as vagy 75-ös szintű egyébként,
A saját szinteden nagyon-nagyon jó a droppol, tehát nagyon-nagyon jó a dropja, viszont ugye nagyobb szinten már nem igazán droppol semmit, tehát érdemes esetleg farmkarikat csinálni majd arra a szintre, de hát ez majd úgyis elválik. Aztán mi van még? Alapvetően azt vettem észre, ez mondjuk nem tudom, hogy orvosolva lesz-e, úgyhogy ne vegyétek készpénznek, abszolút. De ez most semmit ne vegyetek készpénznek, mint most mondok, mert ez a jelenlegi álláspont, és nem tudom, hogy változni fog-e a szerver kinyitásáig. Arról biztosan lesz majd egy teljesen összetett, nagyon-nagyon teljes körű videó, egy bemutató videó, hogy pontosan mit is tartalmaz a szerver, miket lehet farmolni, milyen lehetőségek vannak, stb. Tehát amit most elmondok, az csak a jelenlegi álláspont, ezt szeretném leszögezni, mielőtt valaki félreértene esetleg. Tehát ezek nem most még nem biztos, hogy a végleges dolgok. Azt akartam mondani, hogy azt vettem észre, ugye a teszt farmolás során, hogy alapvetően az alternatív droppok, tehát esetleg event tárgyak, meg mindenféle dolgok nincsenek szinthez kötve. Tehát ez azt jelenti, hogy most így akkor elmondom, én egy 105-ös karakterrel nekiálltam map egyen farmolni, és ugyanúgy dobta az eventes tárgyakat. Ez azt jelenti, egész jól egyébként hozzátenném, ez azt jelenti, hogy az eventes tárgyak azok elég jó eséllyel esnek, sőt, nem is muszáj a szinteden ölni. Tehát ha mondjuk 80-90 százason bemész mondjuk DT-be egy DT-n rá, hogy lecsapod a kaszás vagy valami, akkor számíthatsz arra, hogy a DT-n alkalmával a kis 60-as mobok is ugyanúgy fogják dobni az event itemeket. Tehát magyarul nem lesz olyan unalmas az egész. Szerintem ez egy baromi jó dolog egyébként. Talán egy kicsit mondhatnám rá, hogy kicsit sok, tehát mondjuk azért tehát tényleg egy 105-ös karakter elmegy map egyre farmolni, és tényleg azért itt egy óra alatt simán ki lehet egy csomó alternatív droppos tárgyat farmolni. Talán ez nem biztos olyan jó, viszont mondjuk ha DT-rára gondolok például, vagy DC-rára például, akkor szerintem ott kifejezetten előnyös. Egyébként. Mit is tudnék, ugye ez volt az egyik a tárgydroppos dolog. Rengeteg event lesz, már láttam ugye, hogy mik vannak tervbe. Szerintem nagyon jó lesznek ugye állandó eventek, meg ilyen cserélősök, meg mindenféle. Annyi még, hogy lesznek különleges eventek és tárgyak, meg mindenféle. Most konkrétan nem mondom, mert nem vagyok biztos egy-két eventben, hogy most ez be fog kerülni, vagy nem. Vagy csak én próbáltam ki véletlenül. De az a lényeg, hogy lesznek majd olyan eventek, mint ami ugye biztos ti is tudjátok, a Hellhoron is volt például az egy jégkocka event, hogy gyűjtögetni kell. Itt annyi lesz a különbség, hogy van mondjuk egy tárgy. Gyűjtögetni kell a tárgyat, viszont azokat a tárgyakat kinyithatod, viszont mondjuk ha összegyűjtesz belőle 20, 40, 60, nem tudom hány darabot, akkor azt leadhatod egy NPC-nek, és még értékesebb tárgyat kapsz érte, amit szintén kinyithatsz, és szintén véletlenszerű dolog lesz benne, de ugye abban már azért sokkal értékesebb tárgy lesz, tehát ilyesmi eventek is lesznek, szóval inkább a GF-en a foci eventhez tudnám hasonlítani. Tehát ott is ugye kinyitogatod a focikat, legtöbbször poti volt benne, néha áldesteki mondjuk, de ha beváltottad aranyfocira, akkor abban mindenféle csúdi jó dolog lehetett, na most ilyesmik is lesznek, legalábbis most ugye jelenleg van, nem tudom, hogy ez ugye később milyen sűrű lesz, vagy állandó jellegű lesz, nem tudom, tényleg. Akkor javarészt minden ugyanaz lesz, most nem akarok hülyeséget mondani, hogy én nem kezdem el ecsetelni a szinthatárokat. Annyi a lényeg, hogy kicsit meg lesz variálva, tehát ha jól emlékszem, akkor 75-ös szinttől lehet bemenni lélekbarlangba, 80-as szinttől sárkány tűzfokba, és 85-95-ös szinttől lehet a többi új mapra bemenni, tehát Nefritöbből, Gautama szikla és Mennydörgés. Tehát az biztos, hogy csak sárkány 10 fok lesz elérhető 80-as szinten, a többit még én sem tudom, hogy az hogy lesz. Ezzel is kicsit kiküszöbölve az, hogy ne hirtelen minden az emberre, tehát ne zúduljon minden hirtelen az emberre, hiszen akkor úgy unalmassá válik az egész, és szerintem úgy annak nincs értem, a 80-as szinten hirtelen minden elérhető lesz, és azt se tudja az ember, hogy hova kapjon. Úgyhogy remélem, hogy ez marad is. Aztán mit tudnék még mondani? Ami talán biztos, hogy a szerverem egy erőrendszer működik, nem tudom hányan hallottatok már erről. Az annyit takar, hogy lesz egy ilyen kis, hogy hívják ezt, nem alkímia, hanem melyik az a energiatöredék, valamilyen kristály, energiakristály. Szóval hasonló lesz ez a rendszer, mint az energiakristály, leginkább bosszok leütéséhez vagy PvP-hez lesz használatos. Minden egyes szintlépésnél, ha jól emlékszem, akkor szintlépéseknél kapsz egy pontot, amit négyféle dologra lehet beváltani, kritikus csapásra, átható csapásra, TP-re, meg talán védelemre. Ezeket a pontokat elhelyezed ezeken az attribútumokon, vagy nem tudom, hogy mondjam. És utána, ha bekapcsolod ezt az erőrendszert, akkor ez a négy hatás közül kiválaszt egyet véletlenszerűen, és azt a hatást arra a rövid időre, ez nagyon rövid idő egyébként, talán egy percig tart, akkor megkapod. Na most az erőrendszer úgy működik, hogy tartalmaz egy sávot, ami folyamatosan töltődik vissza egyébként, nem tudom, hogy mennyi a teljes töltési ideje. Az a lényeg, hogy akárhányszor újra lehet aktiválni, viszont mondom, van egy töltési ideje, és ugye nem tud aktiválni, hogyha le van járva.
Nem időben írja ki, hanem egy ilyen piros sávjelző egyébként. Ezt nagyon-nagyon remélem, hogy benn marad majd a szerverem, mert szerintem nagyon jó cucc, én még ilyet nem láttam egyébként soha. Úgyhogy ebbe bízom. Annyi segítség még esetleg, hogy bárhol elérhető lesz a raktár, például ez apró dolog egyébként, de szerintem nagyon hasznos, tehát bárhol meg lehet nyitni a raktárat. Van anti-XP gyűrű is, mondjuk ez minden szerven van igazából, annyi a különbség, mert nem tudom, hogy a többi szerven hogy működik, hogy itt igazából csak egy gombot kell megnyomni, tehát nem fizikailag van egy gyűrű, hanem csak egy gomb jelzi az anti-XP gyűrűt, és akkor megakadályozza az XP szerzést, úgymond. Aztán van mindenféle funkció még egyébként, amik nagyon jó funkciók, jelenleg én úgy láttam, hogy nem igazán van jelentősége, úgymond, tehát van ilyen AFK rendszer például benne, ez nem tudom, hogy később fog-e majd tényleges funkciót kapni, jelenleg csak mint gomb van benne, de nem igazán funkcionál semmit. Vannak még mindenféle ilyen dolgok benne, de javarészt egyébként ugyanaz minden. A Metinek különleges dropja, tehát különleges dropja lesz a Metineknek, talán még egy kis érdekesség, ami többi szerveren is lehet, mondjuk a Heoronon nem volt ilyen, hogy a szellemköveket húzni lehet. Tehát ugye plusz nullától plusz 3-ig dobják majd a Metinek, ha jól emlékszem, láda formájában, legalábbis ez a terv, nem tudom, hogy megvalósítható lesz-e majd, remélem, bízom benne. Ez még csak fejlesztés alatt áll egyébként ez a láda rendszer. Az a lényeg, hogy csak plusz 3-ig dobhatják mindenképp a szellemköveket, és plusz 4-en is ki lehet ütni a Metinből, ha jól emlékszem, de ebben nem vagyok biztos, hogy a kis eséllyel. Viszont lehet húzni a szellemköveket egy map egyen lévő NPC-nél. Plusz 4-ig, azt hiszem talán, hogy 1 millába kerül a fejlesztés, és 50% az esély. Ja igen, még valami nagyon fontos, ez nagyon-nagyon tetszett. Mi ezt Mitsukivel ötletnek szántuk, de aztán kiderült, hogy ez alapból benn volt a szerveren már a mi tanácsunk előtt, hogy mutatja a százalékos esélyeket. Tehát bármilyen tárgyat akartok húzni, ékszer, fegyver, szellemkötök, mindegy, a fejlesztési fülön mutatja, hogy hány százalék esélyed van a jelenlegi szintnek a továbbfejlesztésére. És nem akarok hülyeséget mondani, hogy jól emlékszem, akkor plusz 7-re is valamilyen 90%-a sikeresség esélye. Nem tudom, hogy ez plusz 9-ig mennyire csökken, vagy más tárgyaknál mennyire lesz ugyanilyen. Azt hiszem én egy 65-ös fegyvernél próbáltam, ha jól emlékszem, plusz 7-re, nem vagyok benne biztos. És alapvetően más fejlesztők kellnek hozzá, ugye sokan írtátok azt is, hogy legyen wiki az oldalnak. Na most van egy ilyen hát beépített wiki-szerűség, sajnos elég hibás még, gondolom valamilyen kellék lehetett, de sajnos még nincs rendesen megformázva. Az a lényeg, hogy mutatja valamilyen szinten, hogy az epikeket milyen módon kell átfejleszteni, hova kell vinni, meg egyebeket, de alapvetően a fejlesztéseket nem mutatja, tehát nem igazi Wikipédia, inkább csak egy ilyen kis információs pult-szerű, és sajnos tele van hibával, úgyhogy ez nem lesz igazából teljes információközpont. Ha befutna a szerver, és tényleg lelkesedés, meg sok ember, meg stb. Lenne, akkor ugye bízom benne, hogy lenne Wikipédia egyébként, de annyi dolga van jelenleg ugye legjobb tudomásom szerint ketten dolgoznak ezen, és kettejük közül is javarészt ugye az egyikük, ő fektet bele rengeteg időt, és ugye mivel egyedül csinálja javarészt, ezért ugye kicsit nehéz így mindent egyszerre, úgyhogy hát igen, tehát azért sok minden, amit terve van már neki is, meg mi is tanácsoltunk már, stb. Tehát már ő is rengeteg mindenről tud, csak szegény nem éri utol magát, és nem tud egyszer ennyi mindennel foglalkozni, úgyhogy szép apránként. Ugye amúgy is ezt beszélgetünk, hogy hétfőn akkor nyitna meg egyébként a szerver, hogyha ugye el lehetne intézni egy csomó mindent, amit ugye akartunk, vagy akart, és akkor ugye meg lenne nyitva a szerver, és akkor szép apránként egyébként ugye így a napok, hetek folyamán ugye mindig be lenne rakva egy újabb dolog, egy kicsivel több, és akkor nem az lenne, hogy mondjuk még egy hónapig húzzuk az időt, de sajnos ugye közben jött valami, úgyhogy hát emiatt egy kicsit csúszik a dolog, de mindegy is. Mi van még? Hát igazából most túl sok minden nem akarok még lelőni, remélem ennyi kis ízelítő elég volt, aztán majd mondom, erről nagyon-nagyon részletes bemutató videó lesz, amint csak lehet, tehát tényleg nem húzom az időt, sajnos még nincs alkalmam ilyet elkészíteni, abban a szemültomban, hogy megfog, tehát a végleges le lesz fixálva a szerver, abban a szemültomban csinálom a bemutató videót, és még aznap este fönt lesz remélhetőleg. Ez nem tudom, melyik nap fog bekövetkezni. És igazából ennyit szerettem volna. Az akkor térjünk át a lore-ra. Na most ugye a lore-t ajánlottatok már múltkor, de ugye a Cségó is eléggé akadt, és a lore az még rosszabb volt anno, úgyhogy meg sem próbálkoztam vele, viszont a mai napon megérkezett az új gépem. Ez egy Dell laptop egyébként, mondom ezt, hogy fogalmam sincs mi a száma, vagy nem is tudom, milyen, tök mindegy, milyen száma.
Szóval valamilyen Dell laptop, igazából egyik jó barátomtól, sőt igazából a legjobb barátomtól vettem, és igazából nem is nagyon érdekelt, hogy milyen laptop, mert nagyon megbízható, és ugye mikor felsorolt, hogy milyen, mik vannak benne, akkor már azzal meggyőzött. Igazából egy, most csak a nagyon lényeges dolgokat elmondom, ha jól emlékszem, akkor egy Nvidia GT 620 van benne, vagy 620M, ami még mai napig nem tudom, hogy egy vagy két gigás videókártya, nem tudom, lehet, hogy ti biztos tudjátok, fogalmam sincs. Van benne 8 giga RAM, ha jól emlékszem DDR3-as, de abban sem vagyok teljesen biztos, és egy két fizikai magos, de 4 logikai magos i5-ös processzor, ami érdekes, mert eredetileg 3,1 GHz-es, de valamiért a Windows 10 az 2,5-öt jelez, ami kicsit érdekes, de mindegy, igazából mindegy, nem tudom, hogy melyik az igazi. Az a lényeg, hogy így feltettem a lót, mert már igazából tényleg már megint nem volt egy videó egy jó ideje a mixtapen kívül, ami igazából megmondom őszintén nem igazán sikerült valami jól, valljuk be, tehát nem lett olyan jó. Az volt a bajom vele, hogy sajnos elcsesztem, ugyanis utólag visszanéztem, hogy rengetegszer vannak tök feleslegesen effektek benne. Ennek az az oka, hogy amikor megvágtam a videót, akkor elfelejtettem összemosni a kis részeket, és ugye emiatt rengeteg helyen van effekt, pedig alapból ugyanaz a rész következik, szóval ezt egy kicsit így elszúrtam, hogy nem mostam utána össze a részeket. Hát ezért elnézést kérek, rohadt idegesítő egyébként szerintem, úgyhogy amikor így néztem, mondom, én azt hittem, hogy milyen kurva jó mixtape lesz, és igazából kicsit olyan irritáló, hogy ilyen sűrűn vannak a váltások, de hát mindegy, ezt most így elcsesztem. Valójában nem vagyok egy nagy mixtape készítő, tehát a fantáziám az majdnem, hogy nulla az ilyenhez. Tehát igazából, ugye amit láthatok, 20 perces mixtépet, 20 perc, azt 1 óra 48 perces anyagból vágtam össze, és ugye például DC-ránnál, ugye az a 8-szoros gyorsítás lehet egy kicsit sok, igazából alig vehető ki valami belőle, vagy a húzásnál, vagy a forgatásnál, vagy ilyesmi, de ha ezeket levágom, egy az így is le voltak vágva, tehát ennél sokkal, de sokkal hosszabbak voltak ezek a részek, mindegyik meg lett vágva így is, kivéve mondjuk a DC-rán, de a forgatás, a felhúzás, stb. És egyszerűen már nem tudtam ennél jobbat kitalálni, hogy így begyorsítom az egészet, tény is vagy nem túl kivehető, de hát most ez van. A zenék, ugye a zene, az van egy módszer rá, hogy lehet sajátodévá tenni a zenét, de sajnos erre még nem volt alkalmam letesztelni, majd a jövőben hátha. De az a lényeg, hogy ezekért a zenékért csak bevételszerzéstől vonnak meg úgymond, és Németországban nem tekinthetőek meg a videóim, de minden más igen. Ugye volt emiatt egy kicsi, nem balhé, hanem ugye kérdőre vontatok úgymond, hogy de úgy megnéztétek volna ezt a videót, de eltűnt a semmibe. Persze, hogy eltűnt, mert gyorsan le kellett vennem, ugyanis elfelejtettem egy dolgot beállítani, amit elég kötelező lett volna a zene miatt beállítani, de elfelejtettem, hogy nagyon gyorsan le kellett vennem a videót, és rá egy 10 percre vissza is raktam. Úgyhogy ti azt láttatok, hogy nem elérhető, de igazából elérhető volt már szerintem addigra is, csak ugye még a YouTube nem frissült. Akkor a mixtape-ről ennyit. Aztán most lulozni fogunk, és gyorsan rá is térünk, már lassan 20 perc megy a videó, úgyhogy igazából már még egy meccset is fölveszek, akkor aztán tényleg rohadt hosszú lesz ez a videó. De az a lényeg, hogy kicsit térjünk át a lore-ra, hogy mit is értem el a 6 lassan 7 év alatt a lore-ban. Ugye annó, mikor még az első évem volt a szakközépben, akkor jött ki a LoL-nak a nem is a nyílt béta, hanem már a teljes verziója a játéknak. Ha jól emlékszem, akkor augusztusban jött ki a játék, és én októberben kezdtem el játszani 2010-ben. Na most fingom nem volt a játékról, tehát ugye volt, akkor még csak 40 karakter volt, ha jól emlékszem. Én kb. Egy Mastery volt az egyetlenben játszottam, azzal is több bénán. És hát nem is nagyon játszottam előtte soha ilyen játékkal, ugye akkor már, ha jól emlékszem, akkor már ismerték a Dotát, és ugye a Dotához volt hasonló nagyon a LoL, meg volt még nem is tudom milyen játék, a Warcraftnak volt talán valami hasonló játék, de nem vagyok benne biztos, mondjuk ezt lehet hülyeséget mondtam. De azért, hogy életemben nem láttam ilyen játékot, nagyon béna voltam, az első két évben, igazából azt mondanom, na, mielőtt még belekezdek, azt tudni kell, hogy a 7 év alatt nagyon szellősen játszottam, tehát sose játszottam végig mondjuk egy évet, és az első két évben akkor, most itt volt egy gyors szünet, az első két évben nem tudtam a rankedről egyébként, nem is rankedoztam egyáltalán, sőt, szerintem az első két évben el sem értem a 30-es szintet. Aztán a harmadik évben, amikor elkezdtem rankedozni, rájöttem, hogy van ilyen, akkor bronzos lettem, természetesen hát mi más. Majd Season 4-ben, ha jól emlékszem, akkor lettem meg
akkor lettem meg szilveres, és utána volt egy rohadt nagy ugrásom, ugyanis minden játékot abba hagytam, Metint, meg minden mást abba hagytam, és hirtelen szilverből platig ugrottam föl, plat 4-es voltam season 5-be. Nem. Várjunk. Most ez a season 6 vagy 7? A franc tudja, mert úgy van, hogy... Na várjunk, mert... Egyszer volt... Nem tudom. Szerintem... Ja, de most season 5-ben voltam szerintem, vagy season 6-ban? Picsa tudja, nem tudom. Mindegy, az a lényeg, hogy platos voltam legutoljára, viszont egyetlen egyszer lett volna esélyem goldosnak lenni, amikor a Morgana skin volt egyébként, a Victorious Morgana. És az volt a lényeg, hogy gold 5-ös voltam, és abba hagytam a játékot. És abban az évben még ugye nem volt ez a rendszer, mint most, hogy nem dob vissza, goldból is visszadobott. És az utolsó pillanatban visszadobott, és így lettem silver 1-es végül, és nem tudtam visszatornázni magam ilyen kevés idő alatt goldig. Úgyhogy nem lett meg a skin, és akkor lettem silveres, gondolom ez season 4 volt egyébként. És sajnos meg nem igaz, mint hogy ugyanitt állok most, és ugyanis plat 5-ös voltam, amikor abba hagytam a metin miatt a lolt, körülbelül úgy tavaly, vagy nem idén január vagy februárban hagytam abba a lolt. És ennyi idő alatt sajnos visszadobott, pedig játszottam rankedet, nem is egyet. Azt hiszem két vagy három alkalommal jöttem föl, két havonta talán, és akkor játszottam egy rankedet, hogy ne dobjon vissza, és ma, amikor feltettem és beléptem, akkor láttam, hogy gold 1 vagyok 75 ponttal, tehát faszán visszadobott plat 5-ből. Hát ez sajnálatos hír, mert nem mintha játszanék annyira lola, de azért örültem volna neki, hogyha egy ilyen fél év munkája nem veszik kárba, és vagyis hát nem fél év végül is, de mindegy. Az a lényeg, hogy nem bántam volna, hogyha platosként végzek, hát több mint valószínű, hogy ez alatt az egy hónap alatt, vagy nem tudom mikor november elején lesz season vége, nem is tudom pontosan. Ez alatt az egy hónap alatt az az egy meccs vagy kettő, amit én játszani fogok, azon nem megyek vissza platig, úgyhogy szerintem gold 1-be fogok megrohadni. Hát sejtem, hogy sokan még ennek is örülnétek, de igazából engem ez egy kicsit így lelombozott, mert oké, nem játszok egy játékkal, de attól még úgy, ha majd egyszer visszajövök, akkor úgy várjon már egy platos kereti valami, de hát sajnos ez nem jött be. Amint látjátok, Jinx-el voltam, játszottam a legtöbbet, ez nem igaz egyébként, ugyanis season 5-be, nem 4-be, szerintem platig egyébként Jinx-el mentem föl. Csak és kizárólag vele játszottam, vettem is rá egy skint, igazából arra összesen két skint költöttem, ha jól emlékszem, hogy Morgana, a fekete dövis Morgana-t vettem meg, és a Jinx-re a tűzijáték Jinx-et. Alapvetően soha nem terveztem, hogy költök majd a lore-ra, tényleg. Viszont már annyira szerettem ezeket a karaktereket, mint ezt nem hiszem, tehát mondom, most már ez kijár, úgymond. És pont le volt akciózva egyébként, úgyhogy mind a kettőt olcsón vettem meg, sokkal olcsóbban. És összűsz ennyi volt. Viszont a Thresh, aki a második helyen van, igazából ő az én gyöngyszemem, úgymond, ugyanis season 6-ba újra feljutottam platig, és akkor már viszont Thresh-sel, ugyanis 0-20-ig supportoltam. Egyáltalán nem játszottam semmilyen más poszton, csak supportoltam, nagyon-nagyon betanultam Thresh-t. Ő volt a kedvencem, másodiknak Morgana volt egyébként, utána pedig, hát voltak ilyen Soraka, meg Nami, meg egyebek, de azokkal nem annyira imádtam Thresh-t. Még esetleg Blitzcrank, aki szóba jöhet, de Blitzcranket sose tudtam úgy építeni, hogy teljesen jó legyen. Úgyhogy sajnos ez van. Nem tudom, hogy akarom tovább húzni a szót, hogy mindenről csak így nagyon gyorsan fussunk át. Azt mondja, majdnem minden hős megvan, talán 8-10 darab hiányzik, vagy még annyi se. A legújabb hősök persze megvannak, tehát igazából azok a hősök nincsenek meg, akikre nem játszok, tehát azok, akiket úgy hátra hagytam. A runaimból három oldal van kirakva csak, egyszer volt leakciózva két runa oldal, akkor vettem meg ezt a negyedik, ötödiket. De igazából van egy AD-s, egy AP-s és egy tankos rúnám, úgyhogy igazából nem nagyon van szükségem még kettőre, krites karakterrel, Yasuo és egyebekkel nagyon ritkán játszok, ezért nem nagyon volt szükségem rá. Supportos rúnát lehetne még csinálni, hiszen állandóan supportolok, de sose éreztem szükségét, igazából a tankost azt jobban szeretem. Mesterségből van annyi, mint igen a csillag, jó, azért annyira nem sok, de azért van mindenre bőven, tehát van választék. És igazából akkor röviden, tömören ennyi. Jó. Na most egy próbakört fogok menni, igazából 5v5-be megyek majd. Vagy one for all? Hát akkor lehet, hogy megyek egy one for all-t. Vagy nem menjek? Úgy rohadjak, mert menjünk azt. Na most, új a gép. Tehát fogalmam sincs, milyen beállításokkal fog tudni menni, ha egyáltalán megy a videó majd az egészbe. Két dolog lehetséges. Azt tudnotok kell, hogy a videó, a program, az teljes képernyős játékoknál nem igazán akarja kijelezni, hogy megy-e a videó, vagy nem. Úgyhogy ez most így lútri lesz, ugyanis belépek, elindítom, és vagy megy, vagy nem. Tehát ha nem megy,
akkora szívás lesz, mert akkor itt fog pofázni fél órán keresztül, és nem fogtok ti ebből se látni semmit. Úgyhogy lehet, hogy itt, amikor elindul a játék, akkor vége is lesz a videónak, nem tudom még. De az a lényeg, hogy ugye új a gép, tehát nem tudom a beállításokat, ráadásul az egerem is új, ráadásul nem is lóztam már hónapok óta, tehát igazából így lehet, hogy segbéna leszek egyébként, tehát hiába, hogy Gold 1-es, szerintem egy Bronz 5-nek is szar lennék, tehát előfordulhat, hogy hát igen, tehát még a karakter nevét sem tudom, de majd meglátjuk. Úgyhogy remélem, hogy ez nagyon nem fog beégni, tehát gondoltam, hogy megyek botok ellen, mint a csébe, de hát most senki nem kíváncsi, hogy botok ellen hogy játszok, úgyhogy megyünk emberek ellen, aztán legfeljebb egy jó szén még a pofám. Közben azt nézem. Jó, na most akkor válasszunk, most akkor itt elvileg azt kéne, hogy választok egy karaktert, és akkor mindenki azzal megy, ha legyen Yasuo, ha már megemlítettem. Választok ebből az írdatlan, mint karakter, itt az új Yorick amúgy. Azt láttam a videóját egyébként Facebookon. Vagyis a videóját pont nem láttam, ezt most hülyeséget mondtam. De esélyünk nincs a Yasuo-ra, tehát mindenképp Yorick lesz, ahogy látom. Hát jó, akkor legyen jó. Fingom nincs, hogy Yorick most mi lett, úgyhogy maradjunk az AD-nál és AD-nál. Mik vannak itt, várja? Off-tank, meg AD lifesteal. Na most akkor mi lesz? Na gyerünk. Nidia, fasza. Akkor AP-t választunk, és még egy AP-t. Nem, villám per AP, villám, nem villám. Vagy villám? Nem, legyen a sima AP, jó, és legyen egy Ignite-unk is, vagy teleport, mindenki azt mondja, legyen teleport lesz, leszorom. Jó, na akkor most elbúcsúzok tőletek, és imádkozzunk, hogy a játékba is bejöjjön a videó, és akkor felveszem még a játékot is. Na itt is vagyok, kaptam egy kulcstöredéket, és egy ládát. És 17/8-al végeztem, most ha megnézzük a grafikont, a sebzést, hősöknek okozott sebzés, akkor hát igen, tehát kiemelkedően nem én vagyok a legjobb, hanem az egyik Vel'Koz volt, de mindegy, nagyon, nagyon közel voltam már hozzá. Úgyhogy ez király volt, nekem ez tetszett. Ettől függetlenül nem fogok egyébként játszani a LOL-lal, tehát hiába vesztek föl, vagy ilyesmi, maximum egy-egy videó erejéig, de nem hiszem, hogy most nem fogok még egyszer játszani vele, szerintem ez egy jó kör volt egyébként. Még annyit szeretnék, hogy ezt a Damage Me, haha, ezt honoráljuk, mert egy szimpatikus játékos volt. Na viszont így kaptam kulcstöredéket és ládát, így tudok kombinálni, úgyhogy bekombináljuk a három kulcstöredéket, és kiváltjuk a ládát. Betesszük a zsákmányba, és akkor nyissuk. Na, lássuk, mit kapunk a ládából. Mégpedig nem mást, mint Sonát. Hőstöredék. Fasza! Tehát, komolyan mondom, hát ez hihetetlen. Értitek? Hónapok után visszajövök először játszani, és egy ilyen... Nos, sajnos több incidens is volt a videóval, úgyhogy sajnos egyáltalán nem sikerült úgy felvenni, hogy én akartam, úgyhogy egyszer csak a videó vége megszakadt, és valahogy teljesen összegubancolódott az egész, úgyhogy nincs vége a videónak konkrétan, úgyhogy ez a rész is be lesz vágva majd a legvégére, nem tudom egyszer, hogy mi történt, úgyhogy most ez így fura, eddig semmi gond nem volt egyébként a videóknak a felvételével, és most valamiért meghűlt a végére, nem volt hang, elcsúszott a kép és egyebek. Úgyhogy igazából csak szeretnék elköszönni tőletek, remélem ezek ellenére is tetszett a videó, egy ilyen kis plusz info az új szerverrel, plusz ez a félig low, félig nem low, vagy nem tudom minek nevezzem. Úgyhogy, hát ennyi. Úgyhogy én Hubian voltam, vagyis Pertinax, sziasztok!